Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban ismét barangolunk, ezúttal pedig egy amerikai országba fogunk elutazni, mégpedig Haitire megyünk. És a mai könyvünk az egy olyan kötet, ami nem jelent meg magyarul. Ez a könyv egy ifjúsági disztópia, amit viszonylag régen olvastam, főleg olyat, ami ennyire tetszett volna, mint most ez a kötet, ami nem más, mint Hatásszünet, Alexander Yates-től a How We Became Wicked. Ez egy olyan disztópikus világ, ahol fogjuk rá, hogy egy vírus terjed el, igazából ilyen lila, fluoreszkáló szúnyogok kerülnek elő, amik, hogyha téged megcsípnek, akkor semmi különös nem történik veled, azon kívül, hogy így ölni akarsz tőle, tehát ilyen wicked leszel, azaz szóval ilyen gonosz leszel tőle, gyilkolás meg a vérontás fog foglalkoztatni, de amúgy tehát nem úgy, mint egy zombi vírus, hogy lebomlik az agyad, vagy valami, csak kattan benned valami, és ilyen vérengző vadállat leszel tőle, de az sem mindig, mert hogy amúgy így vagy normálisan, és akkor egyszer csak valami kiváltja, hogy ja, hogy te amúgy szeretsz ölni, és akkor így tjén. Szóval ez egy érdekes koncepció volt ebből a szempontból, és hát ugye mivel szúnyogok, az egy elég rossz szitu, mert hát szerintem főleg nyáron mindenkit olyan helyen is megcsípnek szúnyogok, ahol semmi keresnivalójuk nincsen. És hát az emberiség ezt úgy próbálja túlélni, akik még megmaradtak nyilván, és nem haltak bele, vagy nem lettek wikidek, és nem öldököltek meg másokat, vagy őket nem ölték meg. Azok ilyen kis kolóniákban élnek feltételezhetően, és egy ilyen kolóniát követünk, úgymond, egy ilyen tengerparti kis várost, ahol igazából a város körbeépítették üvegfallal, de hogy ilyen kupolásan, tehát mindenhol üveg van, minden nyílás meg van erősítve, van nekik föltalálva ilyen szúnyogriasztójuk ezek ellen, a szúnyogok ellen, amit utálnak ezek a szúnyogok. Egyébként nagyon nehezen elpusztíthatóak ezek a szúnyogok, tehát nem olyan könnyű, mint amikor itt ledobálják a szúnyogriasztót, és akkor jók vagyunk. És ebben a környezetben követjük Astridot, az egyik főszereplőnket, aki a városának egyetlen immunis tagja, ugyanis hogyha nagyon kicsi korban is születés után egy-két nappal megcsípnek ezek a szúnyogok, akkor van valamennyi esélyed arra, hogy ilyen vexed legyél, ami azt jelenti, hogy immunis leszel erre az egész szúnyog csípésre, és lila színű lesz a szemed és világít. Mert amúgy meg, hogyha ki akarsz menni, mint sima ember, akkor ilyen teljes mély zoom point kell, vagy nem tudom annak mi a neve, az a B-suit, így mondták a könyvben. És annyira indokolatlanul izgalmas volt ez a könyv, mármint azért, hogy én abszolút nem számítottam el, hogy ennyire be fog szippantani a sztori, pedig alapvetően ebben a Goldsport nevezetű városkában játszódik csak, illetve egy idő után bőven egy második szál a könyvbe, ami ezen a rejtélyes kis szigeten, ami ott a város közelébe található, és van rajta egy világító torony, ott játszódik, ami a Puffin Island. És igen, itt végül is megtudjuk ezt a jelenlegi helyzetet, hogy mi van vele, meg amúgy tök durva belegondolni így utólag visszatekintve, hogy olyan sok minden esemény nincs benne, mint mondjuk így klasszikusan egy disztópiában szokott lenni, szóval ilyen menekülés, meg túlélés, meg nem tudom, tehát ilyenek így alapvetően nem voltak benne, de én nagyon izgalmasnak találtam a történetet, ugyanis van ez a nagy rejtély, hogy mi van ezen a Puffin Islanden, vagy ezen a Puffin szigeten. Most nem tudom, hogy a Puffint hogy mondjuk magyarul most így, hirtelen nem jut eszembe. Mert hogy ott random föl szokott kapcsolni a világító torony, és Astridot ez nagyon foglalkoztatja. Mindeközben ott megy egy némi hatalmi játszma is a városkában, illetve egy idő után erre a Puffin szigetre is betekintést nyerünk. És ebben a könyvben van egy olyan csavar, amit én abszolút nem láttam jönni, pedig szerintem kellett volna, ráadásul még az előtte lévő fejezet végét úgy is zárja le, hogy rá kellett volna jönnöm, de csak a következő fejezet felénél jöttem rá, hogy basszus! Ahogyan a két szál, a Puffin sziget és a Goldsportban játszódó események összeérnek, nagyon-nagyon tetszett, tehát én konkrétan így ültem a buszon, hazafele jövök, hallgatom, éppen így megálltunk, és így csak arra emlékszem, hogy hallgattam azt a részt, és tátva maradt a szám, de szó szerint így ültem, hogy és akkor eszembe jutott, hogy buszon vagyok, és én mondom, lehet nem kéne mindenkire tátogni. De igen, ez egy kicsit váratlanul ért, és atyaig nagyon-nagyon tetszett, ráadásul ez egy standalone könyv is, baromi szép lila borítóval, szóval nagyon jó volt, nagyon élveztem, de nagyon tetszett ez a betegség is, meg ennek az egész koncepciója, hogy hogyan nézett ki. Úgyhogy nagyon élveztem, és nagyon örülök, hogy elolvastam ezt a könyvet, mert ez egy abszolút ötcsillagos olvasás volt, én úgy éreztem így a végére, hogy tehát nem volt olyan része, amiben így belekötöttem volna. Volt benne ez a romantikus szál is, vagy ilyen, nem is tudom, hogy nevezzem azt a szállat, de az is
tök érthető dolgokról volt annak kapcsán szó, szóval nagyon-nagyon tetszett ez a könyv, úgyhogy ha valakinek van a lehetősége, mindenképpen tudom ajánlani, Scribden fönn van hangos könyvként. Nagyon, az elején fura volt a narrátora, de utána nagyon megtetszett, mert kicsit ilyen elhaló hangon olvasta föl a szavakat, tehát hogy a végén volt egy ilyen benne. De nagyon durván jó atmoszférát teremtett ezzel a sztorinak. Tehát egy kicsit meg kellett szokni, de utána nagyon jól illett a történethez. Úgyhogy ez a barangolás nagyon-nagyon tetszett nekem. Szóval ez lett volna a Haiti, ezt így mondjuk, ugye nem kell dupla itt tennem, szóval a Haiti barangolás ez lett volna. És kicsit adott vagyok, mert ez egy ilyen pici darab lett a térképemen lekaparva, de hát mindegy, majd igyekszem nagyobb földrészekből is olvasni, mert valahogy mindig a legkisebbeket találom meg. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogy ha tetszett, nyomjatok egy like-ot, így, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.